Köszönjük szépen, igazi sztárparádé a mai napunk, hiszen a szuper sztereóban Laskai, az a Viktorral, bocsánat, ne haragudj, együtt érkezett Dér René és Darabos Dávid is, őket hallottuk, láthattuk most, gyertek ide hozzánk a kanapira, és igen, nagyon fontos és elmondani, hogy a mű... gyertek, ne féljetek, Jövünk. Szervusz. És hát nagyon fontos elmondani, hogy Kolányi Zsuzsi azért nem tudott itt maradni és velünk beszélgetni, mert neki 8 hetes a babája, és haza kellett sietni. Anyai teendőjére. Anya nélkül egy óránál többet ebben a korban nem lehet kibírni. Szervusztok. Sziasztok. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó, elmondta reggeles minkben, az olyan 9 óra 12-kor volt, hogy ez nem az én napnapom. Úgyhogy, volt tegnap este is koncert talán? Hát nálunk vagy ilyenkor van az alkotói műhely munka fázisa. És az sem délőtt 10-től 2-ig van. Gondolom. És igen, tehát ilyen időtájt azért nagyon-nagyon sokszor vagyunk stúdióban, és a legjobb munkák azok így az esti órákban születnek, akkor valahogy a művész lelkek azok jobban ki tudnak bontakozni. Úgyhogy a logisztikát és a biológiai órámat kell mindig megfelelő napirendre pakolgatni, helyezgetni, úgyhogy most igen, picit fáradtabb voltam, de már felfrissültem, ahogy beérkeztem hozzátok, mert ti mindig olyan üdén és frissen vagytok. Ja, köszönjük. Addig vasalnak minket, még üdék és frissen csak hip-hop. Hogy jön össze egy ilyen csapat egyébként? Mert beszélgettünk kicsit korábban, és Henny mondta, hogy ő is dolgozik a saját projektjébe, ugye neked lesz egy szóló projekted, vagy önálló projekted, mégis együtt dolgoztok. Most itt vagytok együtt, és hát ugye Zsuzsiról sem feledkezünk meg. Így van. Hát ez általában, vagy hát ez alapvetően belőlem indul ki, ez az én nagyszüleményem. Hogy de kiszúrsz valakit? Vagy? Hát a Dávid esetében például így volt, hogy őt kiszúrtam, de a mostani, tehát például a Zsuzsit, hogyha vesszük meg a Hennyt, őket tudatosan választottam, meg szerettem volna velük akkor dolgozni. Akkor a felkérés, azt a szót kerestem, tehát nem igen, úgy, igen. Hogy jaj, ott van az a tehetsége, de mert ismerünk 10 éve legalább, tehát hogy ismertem, tehát igen, azt gondoltam, hogy nagyon ismer. Én azt éreztem, hogy például a Hennyvel közös dal, hogy így nagyon megtalálja egymást, mert én egy ilyen hangot kerestem, egy ilyen karaktert, aki ezt a dalt így elő tudja adni és vissza tudja adni, és szerintem jól választottam, és nagyon örülök, hogy a Henny is igent mondott a felkérésre. Úgyhogy ezek ilyen kreatív folyamatok, ahogy születik a dal, úgy alakul, úgy egyre jobban képzem el, hogy kihez lehetne esetleg fordulni, mert ugye én nem vagyok énekes, bár most egy kicsit szeretném én is egy kicsit így előtérbe tenni magamat, mert picit ilyen rappesebb oldalamat meg fogom majd mutatni a közeljövőben. Ezáltal még az is előfordulhat, hogy lesz körülötted 20-30 énekes, és akkor tulajdonképpen a te zenédet énekli mindenki, mondjuk Dér Hennytől Deák Bill Gyulán át Miklós Erikáig. Hát, nem tudom, hogy ennyire színes lesz a paletta, de egyébként, hogyha nagyon egyszerűen szeretnék fogalmazni, és így mindenki szemeben tisztálátás legyen a dolog, hogy én egy kicsit olyan mintán dolgozom, meg szeretnék itthon is érvényesülni, mint ezek a külföldi DJ-k, például a Kygo, a David Guetta, Ellen Walker sorolhatnám, hogy ők is elismerhetnek előadók, de DJ-ként állnak a színpadon, és mindig különböző énekesekkel dolgoznak együtt. Most egy kicsit én ennek ilyen kis futára vagyok itthon, és így próbálom ezeket a dolgaimat így egyengetni is. Ugye a Superstar anno a Benta neveddel robbant. Én bevallom most már utólag, én azt hittem, hogy egy nagy zenekarról szól. A Superstar akkor az egy banda. Igen. Tehát, hogy igen. De ez pedig nem sokan. Igen, amikor mi a Dáviddal elkezdtünk együtt dolgozni, akkor ez úgy indult, hogy Superstar Fit D. Csak aztán így eléggé jól összejöttek a dolgok, nagyon szerettünk együtt alkotni, születtek a dalok, és akkor ebből lett egy olyan élő fölállás, ami egy ilyen live-egyszerű volt, tehát nem egy klasszikus zenekari fölállás volt, mert ugyanúgy DJ-ztem, meg ilyen elektromos dobon, meg volt gitár, Dávid ugye énekelt, meg volt billentyű, de aztán ez a dolog egy kicsit így elfáradt, és rájöttünk arra, hogy a Dávidnak sokkal jobb lenne, hogyha csinálnak egy szóló karriert. Én is tudnám csinálni ezeket a dalaimat, ugye több énekessel együtt dolgozni, de itt az volt a probléma, hogy azt a feed date levettük. Tehát, hogyha az megmarad, akkor nyilván mindenki tudta volna, hogy mint például a Dér Henny, hogy ő Dér Henny, a D, ő neki a művész neve az a D, és akkor van a Super Stereo, de ez most egy kicsit nekem ilyen melós időszak, hogy ezt így visszaállítsam az emberekbe, de szerintem azt érzem, hogy egyre jobb úton járok e felé, hogy ez így letisztuljon. Dávid, nálad hogy működött az, hogy ugye eltelt egy kis idő a két dal között, amíg Viktorral újra összejöttetek, addig mit csináltál? Addig én pihentem, egy picit félrevonultam. Elkezdtem dolgozgatni más dolgokon, és
ezt a zenei történetet a Superstarról nagyon sokat koncerteztünk, országot bejártuk, és elfáradtam, megmondom őszintén. Illetve elég nagy nyomás volt abban az időben ez a Bent a nevet siker. Tehát, neked hirtelen jött, igen, igen, és ez nagyon-nagyon ötöttet. Tehát konkrétan engem a Viktor úgy megtalált vidéken, sétáltam az utcán, jött hát az, üzenet, szia! Ez a klasszikus megtörténet. Az a nagy videó megosztó portálon láttam róla egy videót, azt mondtam, hogy nagyon jó a hangod, és különleges, és mi lenne, hogyha együtt dolgoznánk. Aztán utána kiderült, hogy mi ismertük egyébként egymást, mert Debrecenből indult a sztori, mert ugye Dávid is debreceni kötődésű, én ugye éltem ott 8 évet, és nagyon jól elindultak a dolgok. Úgyhogy a nyomás miatt egy picit elmentem pihenni, és elkezdtem magamat megtalálni, és hiszem, egy év, másfél év után a Viktor megkeresett, hogy van egy dal, amiben újra ez megint lát. Jó az a dal egyébként. De ezt hallani fogjuk a... Annyira érdekes, hogy nem ennek a dalnak a kapcsán kerestem meg, hanem egy másikkal, ami még nem jelent meg. De az viszont olyan volt az a dal, hogy így meghallottam, megcsináltam, és azt mondtam, hogy mondom, ez a Dávidnak annyira jól állna, és akkor utána egy kicsit sakkozgatni kellett ezzel a dologgal. Tehát azért csináltuk utána meg ezt a Vakvilág című dalt, amit most majd elő fogunk adni, meg amit most sokfele lehet hallani, mert azt szerettem volna, hogyha Dávid visszakerül úgy, de hogy a Superstereo név ugye kötődik az arcához, tehát sokan onnan ismerik, akkor úgy gondoltuk, hogy akkor csináljuk meg megint úgy, mint régen, hogy Superstereo feed D, és akkor már ugye megjelenik ő, mint D egyedül, és akkor a következő dala már jöhet ki, mint D. Tehát hogy mondjam, egy kicsit, hogy visszakerüljön a köztudatba, hogy ő az. Ezért volt egy ilyen kis marketing húzásom, vagy nem tudom mi, hogy akkor kitaláltuk, hogy akkor csináljuk egy közös dalt megint, úgymond. Szerintem jó időben jött, illetve nagyon örülök neki, hogy a Viktor itt bevállalta azt is, hogy ő a hangját is adja ehhez a produkcióhoz, mint MC vagy rapper, én ezt nem tudom, hogy kell mondani, de... Valamelyik a kettő. De hogy nekem ez nagyon jó érzés, mert így én is kicsit kintebb tudok állni ebből a körből. Tehát hogy effektív a Superstereo az ne velem legyen azonosítva, mert ezt nem szeretném. Viktorral rengeteget beszélgettünk, volt arról is szó, hogy miért ne tudnánk egy pár koncert újra, mint régen. De én mondtam neki, hogy fél Viktor, lehet, hogy nagyon-nagyon összefésülődne még mindig ez a történet. Az biztos, igen. Tehát, pillanat... hogy azt nem tudnák, nem olyan egyszerű itt rendet rakni a fejekbe, úgyhogy... Henny, azért ez a tök menő dolog, nem? Amikor egy ilyen másik menőhöz még oda tesznek egy másik menőt. Igen, sokat szoktam ezen gondolkodni egyébként, hogy nagyon-nagyon sokan a magyar szakmából is, tehát a felhozatalból látom azt, hogy van két réteg. Az egyik réteg az csak a sajátját szereti építeni, és nyilván egy picit óckodik, vagy komplexusokkal küzdve nem vagy fél a kollégákkal összeállni, kollaborálni, és közös produkciókkal egymást erősítve színpadra állni. Szűkítés olyan másik réteg, amiben én is tartozom, én pedig azt gondolom, hogyha valamiben hiszek, tehát én teljesen függetlenítem ilyenkor mindig az előadótól azt a bizonyos dalt, amit például Viktortól is kaptam, meghallgatom, és hogyha én érzem, és meg tudom benne találni önmagamat, el tudom képzelni a saját stílusomban, akkor miért ne? Mert hisz teljesen csak azt a picit kis kapcsot kell az agyunkban átkattintani, amikor azt mondjuk, hogy egymást erősíti ez a produkció, és ne úgy fogjuk fel, hogy most komplexusokkal most akkor gyengíteni akarjuk a másikat. Ez tök jó, én örülök ennek a sikernek. És én azért nem véletlenül döntöttem például a Zsuzsi mellett is, meg a Henny mellett is, tehát hogy ők azért elismertek a szakmában, tehát ők azért egy köztudatban lévő énekesek, és ez nekem megtisztelő, hogy ők azt mondják a dalomra, hogy eléneklik. Szóval én ezt innen is köszönöm a Henninek is, meg a Zsuzsinak is, de tényleg... És ez egy csodálatos végszó volt, így köszönjük szépen. Sok kívánunk a jó dalt mindenféle formációban. Így van. Úgy legyen, így van. Köszönjük szépen. Ne felejtsetek el minket meg. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Napi mosolyra voltunk, következik.